Több mint 2000 éves kelta vaskésre bukantak a rendőrök egy szolnoki házkutatás során. Az 50 cm hosszú penge egy fehér vászonba volt csomagolva. A bűnügyi információ alapján jelentek meg kollégáim augusztus 6-án egy szolnoki férfi lakásában, akinek otthonában kutatást tartottak és egy ruhás szekrényből egy 50 cm hosszúságú muzeális tárgy került elő. Az Euronews által megkérdezett régészeti szakértő elmondta, a kés markolatán látható két gömb alakú díszítésből arra lehet következtetni, hogy ez egy állatok leölésére használt keltavágó kés, amelyet az időszámításunk előtti harmadik században használhattak. Dr. Jerem Erzsébet szerint rendkívül ritka, hogy egy vaskori lelet ilyen éppen megmaradjon. Valószínű, hogy egy gazdag férfi sírhoz tartozhatott, ugyanis ezek a különleges késeknek van egy, attól függetlenül, hogy mire használták őket, de van egy, egy szimbólum értéke is. Csontvázas sírok. Az MTA főmunkatársa azt is elárulta, hogy egyre gyakrabban forgatják fel a magyarországi kelt a sírokat, fémdetektorral felszerelt akik később a fekete piacon próbálják meg eladni portékájukat. A ritka lelet is így juthatott el B. József otthonába, ellene és a feltételezett eladó ellen is jogtalan elsajátítás gyanúja miatt folyik eljárás.